Meccünk, ugyanúgy szabadorsóra törekszünk, mint az előzőben látott meggyültetvényben. Itt is érvényesül az, hogy az ágaknak alulról felfelé egyre keskenyebbnek kell lenniük, és egyre véknyabbaknak. Tehát az alsó ágak a legvastagabbak, középen véknyabb, fent meg csak vékonyka, rövid 40-50 cm hosszú termőgaljakkal dolgozunk. Az alapszögállása nagyon jó az elágazásoknak, tehát semmiképpen nem fogjuk könyököltetni, nem fogjuk görbíteni őket, mert ez, hogy egyenesen neveljük az elágazásokat, ez eredményezi azt, hogy lecsendesedik, egyre kisebb a csúcsi veszőnek a növekedése, ami nekünk cél, hiszen úgy tud jól berakódni termőrészekkel a fának az alsó része. Itt is azzal kezdjük, hogy megnézzük, hogy van-e olyan erős ág, amit ki kell, hogy vágjunk, ami akadályozza a megfelelő vázrendszernek a kialakulását. Ugye kezdek a középső ágemeletnél, ott több is van, egy 4 bőven elegendő, egy 4 gaj a középső ágemeletnek a kialakítására. Itt van rögtön 7, ugye erről a zónáról beszélünk, és azok között az erősek, hogyha túl vastagodnak, akkor kopaszítják, illetve öregítik, gyengítik az alsó vázkarokat. Úgyhogy azokból a legerősebbeket kivágjuk. Ugyanúgy, ahogy a megynél is láttuk, a vastagokból szeretnénk, hogy vesszők nőjenek, tehát mindenféleképpen még eleven rügyre, bokrétás termőnyásra kell visszavágni. Van itt már olyan, ami le is száradt egyébként, ez amit leütöttem, ez még eleven, tehát legalább egy legyen rajta a visszavágás mögött. Őt kivesszük, illetve ez vastag még ide nagyon. Őt is egy bokrétás termőnyás fölött kivettük. Utána ezeket meghagyjuk. Körbejövünk. Ő akar még tengely konkurens lenni, ugye behúzódott teljesen függőlegesre, hogyha nem vigyázunk, akkor rávastagszik a központi tengelyünkre. Hogyha meg akarjuk tartani a központi tengelynek a dominanciáját, akkor ki fogjuk vágni. Nem vágom rá rögtön erre az elágazásra, mert akkor attól ő még erősebben fog nőni, hanem itt is eleven rügyek fölött fogjuk elvégezni ezt a kivágást. Így, hogyha túlzottan akar erősödni, akkor ezekből fog erős vízhajtás kialakulni, és ő gyengébb marad attól az elágazástól. És akkor utána fogjuk a megmaradó vászkaroknak a csúcsát kezelni. Hogyha közelebb jössz egy kicsit, akkor látjuk, hogy ugye ez az egy éves rész, két éves rész, három éves részen is nagyon szép bokrétás termőnyásak vannak. Hogyha jól kezeljük az elágazást, akkor ezek akár az 5-6 vagy még idősebb gajrészeken is megmaradnak, és jó termést tudnak nekünk biztosítani. De az a lényeg, hogy ezek ne legyenek árnyékoltak, tehát emiatt hegyezni kell a vázkaroknak a végeit. Végeiről az erős árnyékoló elágazásokat le kell vegyük, de egy egyenes vonal mentén neveljük az összes vázkart. Ez alapján, az elv alapján megyünk végig a fán. Itt már nem metszünk akkora csonkokat, mint amit a központi tengelyen metszettünk. Itt is ugyanígy kivágjuk, de itt is az egyenes vonalát követjük. Nem zavar minket, hogy keresztezés van, hiszen nincs olyan nagy árnyékoló hatása ennek a növekedésnek. És el kell végezzük a gajvégeken ezt a beavatkozást, mert ez biztosítja azt, hogy megmaradjanak ezek a bokrétás termőnyásak a fánknak az alján. Így.
Le tudjuk-e még szedni ebből a magasságból a cseresznyét? Azt kérdezzük a tulajdonostól. Ebből a magasságból? Nem, abból a magasságból. Abból semmiképpen. Abból semmiképpen. Hát le tudjuk, hogyha felmászunk. Hogyha felmászunk. Attól függ, milyen szedet találunk. Értem. Jó. Jó. Akkor még. Több igazatást mit mond? Le tudjuk szedni? Le tudjuk azt. Hát azért ja, le tudjuk. Ajaj. Van a támasztos 15 fogulék. Nem baj, visszápozzuk. Hát Amerikában, Angliában 16 fokot használnak, és felengedik a fát az égbe. Amiről már a megyben is beszéltünk a vászkarok esetében, az az volt, hogy ha erős vászkart visszavágunk, akkor legalább 2 éves gajra vágjuk vissza, tehát semmiképpen nem 1 éves vesszőre, hanem olyan elágazásra, amin már termőrügyek vannak. Azt várjuk tőle, hogy a termés növekedése gyengíti a fa tetejének a növekedését, nem lesz erős vízhajtás reakciója a visszavágásnak. Hogyha alacsonyabbra akarjuk vágni a fát, akkor nyugodtan ezekre a gajakra, 2-3 éves gajakra vissza tudjuk vágni, és egy leszüretelhető magasságot állítottunk be a fánkon. Úgyhogy így néz ki, teljesült az, amit az elején szerettünk volna elérni. Alul legvastagabbak az elágazások, egyre véknyabbak, ahogy felfelé haladunk. A vászkarokat egyenesen, az egyenes vesszőkre hagytuk meg, a tetejét pedig méretre vágtuk 2-3 éves gajakra, amiken már termés lesz, ez egy gyengítik a növekedést. Ilyen 4 méter körülbelül magasság, jó? Annyi, így van, 4 méter körül. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!